Sík és térbeli alkotások töltötték meg a Kunidomokos Múzeum időszaki kiállításoknak fenntartott helyszíneit. Elszabó Margit tatai születésű iparművész tavaszvárás címmel nyitotta meg textil munkáiból álló tárlatát. A Ferenczi Noémi díjas tervező nagy örömmel gondolt vissza a városban eltöltött időkre, és megtiszteltetésként érte a tatai vár felkérése. Kerámikusként kezdtem a Törökpál utcában, a művészeti gimnáziumban, de aztán a legtöbb barátnőm textil szakos lett, és ott voltam köztük, és nekem annyira tetszett az, hogy a színek, az egyszerű, azt csinálok, amit akarok. Na most kötöttebb világa a kerámiának az, hogy egy több másfajta anyag. A papír, ami ugye most már nem tudom, évezred óta kísér minket, nekem egy nemes anyag ugyanúgy. Most is rengeteg papírmunkám van itt. Át lehetne térni olajra, meg egyéb anyagokra, de én annyira nemesnek tartom magát a papírt. Igaz, nem olyan időtálló semmi, de akinek kívánsága, ebből tudok akár goblent, szőnyeget, tűzománcot, tehát bármire áttehető. Rajtam múlik, hogy mire vagyok képes. A kiállítás intenzív élményéhez az alkotó hasonló személyisége is társult. A tárlatot Feledi Balázs művészeti író nyitotta meg, aki a kezdetektől fogva figyelemmel kísérte a tervező munkáját. Tulajdonképpen talán a szeretet a legfontosabb, a művésznővel nagyon-nagyon régi az ismeretség, és tulajdonképpen éppen ezért vagyok talán képes arra, hogy végigkövethettem azt az utat, amit ő bejárt. Évtizedek óta nagyon jó követni, hogy mire képesek a magyar textilművészek. És ebben a kiállításban ez az út is benne van, hogy itt a hagyományos szövött textil, amin ő végzett tulajdonképpen, és azok valamivel korábbi darabok is, és amikor tulajdonképpen a fali textil iránt megszűnik a közösség és a privát igény is, és a teljesen kihúzódik alul a minden biztonság, hogy akkor mit tud egy textilművész csinálni, és ez a fantasztikus és a legjobb értelmű kreativitás. A kiállítás március végéig tekinthető meg a Kunidomokos Múzeumban.